A napi aktuális vendége a témában Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Itt már azt hallhattuk az iménti összeállításban, hogy még meg sem szavazták, nem is döntöttek még arról, hogy vajon ez életbe lép-e, de már az egyes szervezetek népszavazást helyeztek kilátásba, illetve egy arra való felhívást tettek közzé. Miért váltott ki ennyire heves indulatokat ez a mostani újdonság? A törvényjavaslatnak a lényege az a szabadság visszaadása a munkavállalóknak. Ugye jelenleg az a helyzet, hogyha egy munkavállaló, aki a kereskedelemben dolgozik, szeretne a vasárnapot szeretni fölhasználni saját maga, szeretne a szeretteivel lenni, kirándulni, vagy bármi más csinálni, nem teheti meg, hiszen a munkáltató kötelezheti arra a jog eszközeivel és a nyomásgyakorlás egyéb eszközeivel, hogy ne szabad idejét töltse, hanem dolgozzon ezen a napon is. A javaslat pontosan ez ellen szeretne föllépni. Ezt teheti meg a munkáltató, viszont végeztek-e például felmérést arra nézve, hogy mit akar a munkavállaló? Történetesen, hogy nagyon sok esetben azt halljuk, hogy inkább vállalnak mondjuk egy hétvégi műszakot, mert hogy az több pénzzel jár, több pótlékkal, több bevétellel, és inkább dolgoznak hétvégén, és a hétköznapjaikat teszik szabaddá. A jogszabály szerint valóban a hétvégi munkavégzés, a vasárnapi munkavégzés esetén a munkabér 50%-a pótlékként jár a munkavállalónak, azonban ez szinte soha nem kapja meg. A kormányhivatal ellenőrzéseket végzett, aminek az volt az eredménye, hogy a munkáltatók a vizsgált eseteknek a 71%-ában megsérti a munkavállalók jogait, megsérti azokat a jogszabályokat, amely alapján pontosan az ön által említett plusz pénzt megkapják a munkavállalók. Leginkább a nyilvántartási kötelezettség megszegése jelent meg, ami azt jelenti, hogy nem voltak a nyilvántartások egyáltalán vezetve, vagy csak részlegesen. Volt olyan eset, hogy hamis adatok szerepeltek benne. Ennek pedig azért van jelentősége, hiszen hogyha a jelenléti íven az szerepel, hogy a munkavállaló 8 órát dolgozott, de ténylegesen egyébként abban a hónapban, azokon a vasárnapokon nem 8 órát, hanem 4x8 órát dolgozott, akkor őt hátrány fogja érni a bér tekintetében, az egyéb pótlékok tekintetében, a munkaidő tekintetében, illetőleg a munkaidőre járó pihenőnap tekintetében, illetőleg a napi pihenőidő tekintetében. Tehát nem igaz az, hogy ezért nagy pénzeket kapnak, azt tapasztalták a szakszervezetek, hogy 5-10%-kal több pénzt kapnak erre a napra, mint ami egyébként egy normál napra járna. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy azon túlmenően, hogy az volt a céljuk, hogy visszaadják a vasárnapot szabad napként a dolgozóknak, illetve hogy ne lehessenek ilyen korlátozások a munkavállalók részéről, kiszűrjék a visszaéléseket, akkor adódik rögtön a kérdés, hogy ezt egy kompromisszumos megoldás keretében nem lehetett volna rendezni, vagy nem lehet-e majd rendezni a jövőben. Szükség van-e például egy ilyen szigorításra, mert hogy például egyes érdekképviseletek már most irracionálisnak minősítik ezt. A munkavállalókat képviselő szakszervezetek támogatják a javaslatot és amellett állnak. Ez egy javaslat, tehát ezt lehet alakítani, és valóban én is azt gondolom, hogy valamiféle kompromisszum fog a végén ebből kisülni. De azért az az érv, amit gyakran hangoztatnak a munkaadók, és itt elhangzott a fölvezetésben is, hogy hát ez hatalmas létszámleépítéseket fog eredményezni, ez nem állja meg a helyét. Én nagyon emlékszem pár évvel ezelőtt, amikor a nem dohányzók védelméről szóló törvény megszületett, akkor azt hallhattuk, hogy ha az éttermekben megszűnik a dohányzás, akkor be kell zárni az éttermeknek, a forgalom vissza fog esni, elvesztik a munkájukat a pincérek és a vendéglátóiparban dolgozók. Mit tapasztaltunk? Több a vendég, a munkavállalók létszáma ebben a szektorban növekedett, pedig hétfőtől vasárnapig nem lehet dohányozni, tehát egyáltalán nem lehet. Én azt gondolom, ebben az esetben is ugyanez lenne, és ez az elfogadott javaslat a nem dohányzók védelméről, ez már bizonyítékot is tud erre szolgáltatni. Jó példa egyébként ez az összehasonlítás, mert hogy amit most ön említ, és ugye említette az időintervallumot, és hogy hétfőtől vasárnapig, tehát egyáltalán nem lehet dohányozni, viszont nincsen korlátozás, hogy az adott étteremnek be kell zárnia, tehát neki a forgalom az ugyanúgy megvan, maximum egy kicsit kényelmetlenebb a vendégeknek, akik dohányoznak, hogy ki kell menni. Nem féltem a munkaadókat, ők a profitot szeretnék megtermelni, ha eddig 7 nap alatt termelték meg, akkor 7, ha 6 nap alatt 6, nem félek attól, ha 2 nap alatt tudnák azt megtermelni, de hogyha már példáknál tartunk, ha önnek fáj a háta, fáj a lába, fáj a feje hétvégén, akár mennyire is fáj, nem tud elmenni a járóbeteg szakrendelőbe, mert szombaton is zárva van, és vasárnap is zárva van. Ha nagyon nagy a baj, akkor elmegy az ügyeletre. Ugyanez lenne a bevásárlóközpontok esetében, ráadásul csak vasárnap. A szakrendelőt tudnám hasonlítani a bevásárlóközponthoz, ami zárva lenne ez esetben vasárnap, és az ügyelet az pedig a kisbolt, ami nyitva van, és nyugodtan beszerezheti azokat a termékeket, amelyek egyébként szükségesek az ön számára. Semmivel nagyobb hátrány nem érni önt, mint az egészsége tekintetében, már pedig azt gondolom, az egészség egy jóval nagyobb érték, mint az, hogy egyébként bevásárolni tudjon, vagy dömpert tudjon venni mondjuk délután, vagy ruhadarabokat. Bár ezek is fontos dolgok. Erre rögtön eszembe jutott Gladfelder Béla államtitkárnak
Kormánynak a reagálása, mert hogy ő most ugye a hagyományokat vetette fel, Gladfelder úr pedig azt mondta, hogy azért kellene vagy illene figyelembe venni a javaslat kidolgozása kapcsán a már eddig vagy mostanáig meglévő kereskedelmi hagyományokat is. Mit gondolnak erről? Tehát mi lesz itt a jövőben, hogyha korlátozzák is a vasárnapokat, lesznek bizonyos napok, amikor megengedett a vasárnapi nyitvatartás, vagy egyáltalán nem kerül erre sor? Nézzen, nem farizeuskodom, én is szoktam néha vasárnap bevásárlást végezni, amikor erre szorít a szükség, de azt gondolom, hogy ha ez a lehetőség nem adott, akkor nem fogok aznap. Hát ha járunk Európában, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, mutasson már valaki egy bevásárlóközpontot, ami nyitva van vasárnap, nem nagyon talál ilyet, mert nincsenek nyitva. Különböző szabályozás van Európában, Spanyolországban, ugye ott havonta egyszer lehet vasárnap nyitva tartani, Európa más országaiban ennél sokkal szigorúbb, tehát egy-két alkalom van évente. Én azt gondolom, hogy a javaslatnak egy ilyenfajta kompromisszumos vége kell, hogy legyen, és reményeim szerint az országgyűlés így fogja majd elfogadni valamiféle kompromisszum alapján. Nagyon érdekes a hasonlat, amit mondott, mert hogy például ezzel párhuzamosan Franciaországban pedig növelni fogják a vasárnapi nyitvatartást, és ugye azzal magyarázzák ezt, hogy bizony a kereskedelmi forgalmat azt élénkíteni kell, és ezért is van szükség erre, illetve csak egy gondolat ahhoz, amit ön mondott, ugye az érdekképviseletek azt hozták fel, hogy lehet, hogy Ausztriában vagy éppenséggel Németországban ez a bevett szokás, hogy vasárnap zárva vannak a boltok, de mondjuk az ottani bérekhez viszonyítva nem igazán érzik meg azt az egynapos kiesést. Gyakran halljuk azt is, hogy hát az elbocsátások mivel fognak járni, és a kevesebb munkavállaló fog ezeken a területeken dolgozni. Ugyanakkor a szakszervezetek adatai azt mutatják, és a tapasztalat is, hogy létszámhiány van a kereskedelemben. Tehát azt láthatjuk, hogy mondjuk a pékségen dolgozik valaki, és hirtelen áthívják a zöldséges osztályra, ami egyébként nem jogszabályszerű, hiszen ott másfajta tevékenységet kell végezni, nem annyira steril körülmények között. Tehát az embereket ide-oda rángatják így is. Hogyha egy nappal kevesebb munkavégzés lesz, akkor azt gondolom, hogy helyükre kerülnek a dolgok, és annyi munkavállaló fogja a munkát végezni, ahányan ezt valóban a jogszabályoknak megfelelően el is tudnák látni. Tehát én nem aggódom, a munkaadó képviseletének vezetője szerint pedig ugye ő egy olyan nyilatkozatot fogalmazott meg, miszerint a kisboltok vagy a nagyboltok kedvéért megy be valaki vásárolni. Higgyék el, nem ez szerint. Az ember azért megy be vásárolni, mert szeretne valamit megszerezni, nem a boltok kedvéért. A szabályozás arról is szól, hogy a kisboltok esetében, amelyek vasárnap nyitva lehetnek, csak és kizárólag a tulajdonos és annak családja tagjai dolgozhatnak, pontosan azért, hogy ők sem tudjanak akár egyetlen egy embert sem kihasználni a tekintetben, hogy kényszerítik jogos vagy inkább egyéb eszközökkel a munkavégzésre. Tehát teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy, az embereknek, a munkavállalóknak a szabadságát szeretné a javaslat visszaadni, és szerintem ez egy támogatandó elképzelés. Tarnay Richárd, köszönöm, hogy itt volt, várjuk vissza a fejleményekkel. Köszönöm szépen én is.